Jó napot kívánok mindenkinek! A témánk tehát az, hogy a közösségi finanszírozást, és különösen a társadalmi célú közösségi finanszírozást, azt hogyan lehet eszközként használni a jelenlegi szűkülő önkormányzati mozgástér ellen, és hogy kifejezetten az önkormányzatoknak milyen lehetőségei vannak, milyen szerepekben tudnak részt venni abban, hogy a közösségi finanszírozás az hatékony eszköz legyen arra, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben a közösségi kezdeményezések, alulról jövő civil állampolgári kezdeményezések, azok sikerrel megvalósulhassanak. Gabi néhány elemét már elmondta annak, hogy mi mivel foglalkozunk a K-monitorban itt az önkormányzatok területén. Azt gondoljuk, hogy annak a korrupcióellenes munkának, amit mi alapvetően végzünk, a legfontosabb szövetségesei azok az állampolgárok, akik helyi szinten folyamatosan részt vesznek a helyi közügyekben, ellenőrzik a hatalmat, és nekik próbálunk olyan anyagokat készíteni, illetve azoknak a progresszív önkormányzati szereplőknek, képviselőknek, alpolgármestereknek, akik nyitottak erre a fajta gondolkodásra. És ebben a helyi együttműködések rendszere kötetben megpróbáltunk olyan eszközöket összeszedni, amik hozzájárulhatnak egy részvételi fordulathoz a magyar önkormányzatokban, és többek között az egyik ilyen eszköz az volt, hogy hogyan lehet a közösségi finanszírozást, a crowdfundingot felhasználni arra, hogy az önkormányzat az a helyi civil ökoszisztémát segítse, illetve azokat a támogatási forrásokat, amiket eloszt, azt hatékonyabban, átláthatóbban ossza el. Tulajdonképpen ez lesz a mai előadásomnak is a témája. A magyar kontextussal néhány gondolat, ugye látjuk azt, hogy mióta kitört a járvány, és mióta az embereknek egy viszonylag nagy része az karanténba szorult, szociális távolságtartási intézkedéseket vezettek be, a helyi közösség és a helyi közjavak azok nagyon felértékelődtek. És rengeteg olyan szolidaritási kezdeményezés indult, ami tulajdonképpen a helyi szintről, a helyi létező hálózatokból, kapcsolatokból indult ki. Viszont ezzel szemben azt is látjuk, hogy főleg mióta ugye tavaly októberben volt egy önkormányzati választás, és ez okozott egyfajta politikai átrendeződést, az eddig is igen jelentős központosítás az önkormányzati szektort illetően az tovább nőtt, és tovább nőtt a kormányzati kontroll a szektor felett. Tulajdonképpen egy olyan helyzetben a helyi közösségi kezdeményezések azok tulajdonképpen egy olyan helyzetben léteznek most, hogy ez sokszor kényszerűségből indul ki. Tehát míg mondjuk nyugaton a közösségi finanszírozásról a Kickstarter jut az eszünkbe, meg ilyen mindenféle innovatív startup vállalkozások, hogyha valakinek ezt mondjuk Magyarországon, hogy közösségi finanszírozás, akkor sokkal, sokkal valószínűbb, hogy valamiféle kényszer szülte az állami szektor rossz működésével kapcsolatos ilyen hiánygazdasági tünetnek a kezelése jut az eszébe, az, amikor az emberek közösségileg viszik az iskolába a krétát, meg a kórházba a WC papírt. Tehát nem feltétlenül az innováció az, ami előtérbe kerül. És ami ehhez a dologhoz még hozzátesz, és szerintem egy fontos szempont, hogy a magyar önkormányzatokban a helyi lakosok által közvetlenül fizetett adónak az aránya az nagyon pici. Tehát az önkormányzatok bevétele sokkal inkább származik az állami támogatásokból, állami feladatfinanszírozásból, mint sem a helyi embereknek a közvetlen befizetéseiből, sokkal inkább származik a vállalatoknak az iparűzési adójából, vagy mondjuk az idegenforgalmi adóból. Tehát az a fajta visszacsatolás, hogy az helyi embereknek van valamire igénye, és ezért hajlandóak többet is fizetni, több adót befizetni, vagy több díjat fizetni, ez nem biztos, hogy érvényesül. Tehát összességében azt mondhatjuk el a magyar kontextusról, hogy az alulról jövő civil kezdeményezések és az önkormányzaton keresztül a helyi közösség által végzett feladatok, hogyha mondhatjuk így, tehát az intézményes és a nem intézményes megoldások, azok gyakran nem találnak egymásra, nem találkoznak össze, és nyilván ezt a helyzetet súlyosbítja most az az elvonás, ami, hát nem sorolom végig, talán a gépjárműadó elvonása, a parkolási bevételek elvonása, iparűzése, de ezek, amik a leglátványosabbak, amik egy nem olyan régi felmérés szerint hát legalább a kétharmadát súlyosan érintik az önkormányzatoknak.
Viszont van itt egy dilemma is, amit itt a közösségi kezdeményezések kapcsán föl lehet hozni. Ez egy a múlt heti történet, nem tudom, hogy ki olvasta, ki hallotta, hogy egy budapesti kerület, Pest Erzsébet önkormányzatának egy hivatalnoka arra a lakossági kezdeményezésre, vagy lakossági bejelentésre, hogy itt bizony egy fa az belóg a járdára, és nem lehet tőle közlekedni, csak pókjárásban. Erre azt válaszolta a lakosnak, hogy vegyen egy metszóollót, és oldja meg ő a problémát, mert az önkormányzatnak erre most nincsen kapacitása. Ez szerintem ez a történet ez jól megvilágítja azt, hogy milyen dilemmákat okoz az, hogyha a közösségi kezdeményezésekről úgy gondolkodunk, mint ami potenciálisan az önkormányzatnak, vagy a helyi közügyeknek egyfajta megoldása lehet. Tehát ugye itthon az van, azt tanultuk meg, hogy a helyi közügyek megoldásáról van szó, akkor ez az önkormányzat dolga. És hát nagyon sokan úgy gondolkodnak erről, hogy hát fizetjük az adót, miért kellene nekünk ezen fölül további áldozatot vállalni, önkénteskedni, adományozni, hiszen hát ott van az önkormányzat, akinek ez a dolga, hogy ezeket a problémákat megoldja. Úgyhogy az előadásomban megpróbálom valahogy ezt a kérdést így távlatosan megvilágítani, és rámutatni arra, hogy mi lehet itt a közösségi finanszírozásnak a szerepe, és mi az, ami meg nem a szerepe, tehát mi az, amit viszont elvárhatunk az önkormányzattól. Ugye a közösségi finanszírozásról, hogyha beszélünk, nyilván közösségi finanszírozás mindig is volt, tehát hozható a reformkorból példák mondjuk arra, hogy a helyi közösség, a helyi polgárok összeadták a pénzt egy mondjuk az akadémiára, egy színházi épületre, de hogy amiről itt most konkrétan beszélünk, az a fajta közösségi finanszírozás, ami digitális platformokon valósul meg, és úgy teremt pénzügyi forrásokat, hogy valaki egy nyilvános felhívást tesz közzé egy ilyen digitális crowdfunding platformon, mint ami itt a képen is látható márkák vagy oldalak, és tulajdonképpen erre a felhívásra szabadon bárki támogathat, vagy hozzájárulhat pénzügyi forrásokkal. Ez a fajta alternatív finanszírozás, ez elsősorban a 2008-as válság után futott föl, és először leginkább az adomány alapú közösségi finanszírozás, és aztán utána egyre erősebb mértékben az üzleti célú közösségi finanszírozás, ahol ugye különböző üzleti vállalkozások, startupok próbáltak maguknak kezdőtőkét összeszedni. Itt ugye az ábra felső részén látható magyar és külföldi oldalak, azok főleg ilyen üzleti alapúak, és amiről viszont ma ebben az előadásban szó lesz, ezek az alsó részén láthatók az ábrának, amik viszont ilyen társadalmi célú, tehát civic crowdfunding platformok, közösségi finanszírozási platformok, és tulajdonképpen ezek a platformok azok, akik Nyugat-Európában és Amerikában meglátták a lehetőséget abban, hogy a helyi ügyek mentén az önkormányzatokkal együttműködjenek, szövetségre lépjenek, és közösen próbáljanak tenni azért, hogy a helyi kezdeményezések azok sikeresek legyenek. Ez szerintem egy fontos díja most, ez azt foglalja össze, hogy milyen szerepekben tud fellépni, és ugye a nyugati példák alapján milyen szerepekben lépnek föl az önkormányzatok a közösségi finanszírozás területén. Itt az első, a szponzori szerep, az talán a legegyszerűbb, vagy a legkönnyebben megvalósítható, és ez talán itthon is megvalósul, amikor mondjuk egy helyi kampányt az önkormányzat az oldalán, a Facebook oldalán mondjuk közzétesz, a polgármester is közzéteszi, és elköteleződik mellette. Valamilyen módon kampányt folytat egy folyamatban lévő gyűjtés mellett. Erre most a válsághelyzetben és a járványhelyzetben nagyon sok példát láttam én a magyar önkormányzatok részéről, egy sokkal tudatosabb magatartás alakult ki arra, hogy ezeket az adománygyűjtéseket az önkormányzat segítse, hogyha a helyi ügyekről van szó. Egyszerűen rájöttek az önkormányzatok arra, hogyha az emberek az 1%-ot helyben civil szervezetnek utalják, hogyha az adományokat helyi célokra ajánlják fel, akkor ezek a pénzek ezek helyben maradnak, és ez nekik is jó. Ennél egy fokkal komplexebb történet, de szintén magyar példák is hozhatók rá, amikor az önkormányzat vagy egy cég az tulajdonképpen egy közösségi finanszírozási kampányt indít. Adott esetben egy közösségi finanszírozási platformon, most egy nem is olyan régi történet, ami az eszembe jut, ahol a pécsi állatkert indított egy ilyen közösségi finanszírozási kampányt, az állatkerti hát vörös pandáknak a kifutójára tulajdonképpen, és így erre gyűjtött össze néhány millió forintot.
a tőkepoltálon, tehát ilyenek is vannak itthon, és akkor most mondok néhány olyan példát, ami viszont már nem annyira jellemző itthon, viszont tök jó lenne, hogyha ezeken is gondolkodnánk, és az önkormányzatok ebben is meglátnák a fantáziát. Az egyik ilyen, az a facilitátori szerep, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat az nem hagyományosan a civil alapján, civil támogatási alapján keresztül mondjuk támogatást nyújt ezeknek a helyi kezdeményezéseknek, helyi kampányoknak, hanem valamilyen módon, akár egy ehhez jól értő civil szervezettel való együttműködésben segítséget nyújt, mentorál, segít a stratégiaalkotásban, segít a kampányolásban. Tehát mondjuk, hogyha egy önkormányzatnak van egy ilyen intézménye, ami néhány helyen van itthon is, egy civil ház, ott lehet egy olyan programot szervezni, ami segít ezeknek az adománygyűjtőknek megtanulni azt, hogy hogyan kampányoljanak hatékonyan az ügyük mellett. És akkor egy másik, ami szintén igencsak elterjedt az elmúlt években, főleg Nagy-Britanniában, ez a kurátori szerep, amit szintén elláthat az önkormányzat, vagyis egészen pontosan a polgármester, vagy néhány ilyen a képviselők, hogyha nekik van egy olyan saját kis alapjuk, saját kis támogatási alapjuk, amit ők eloszthatnak, már pedig ez itthon is egyébként van, akkor ezt fordíthatják crowdfunding kezdeményezések, helyi crowdfunding kezdeményezéseknek a támogatására is. Ez nekik azért jó, mert a saját politikai értékeiket, agendájukat azt jól tudják hirdetni, a kezdeményezéseknek meg azért jó, mert hogyha valami fajta társfinanszírozást kapnak, akkor azok általában sokkal hatékonyabban futnak végig, és akkor ez az utolsó szerep, amiről beszélni szeretnék, ez a társfinanszírozói szerep, talán ez a legátgondoltabb és legjobban, ahol a legjobban összeér az, hogy egy ilyen crowdfunding platform és egy önkormányzat az hogyan tud együttműködést kialakítani, annak mentén, hogy ki mihez ért gyakorlatilag, és aztán erre fogok majd példákat mondani. Szóval ez a társfinanszírozás az azt jelenti, hogy az önkormányzat az nyit egy zsebet egy ilyen crowdfunding platformon, és azt mondja, hogy x millió forintot mondjuk, azt a helyi, tehát mondjuk, hogyha én nem tudom, most én itt az Erzsébetvárosban beszélek, tehát hogyha én vagyok az Erzsébetvárosi önkormányzat, akkor nyitok mondjuk egy 5 millió forintos zsebet arra, hogy az Erzsébetvárosi itt megvalósuló kezdeményezésekre, kampányokra, én ezt a pénzt ezt odaígérem oly módon, hogyha valaki eléri a kitűzött célt, támogatási célt, akkor én ehhez mondjuk 25%-ot vagy 50%-ot hozzáteszek ebből a zsebből, addig, amíg ez a zseb ki nem fogy. És akkor erre szeretnék néhány példát mutatni külföldről. Igazából, amit szerintem érdemes megnézni, és akkor majd mutatok erre linkeket is, hogyha valaki megnézni a Prezimet, illetve erről van két blogposztunk, amit majd szintén a végén megmutatok, ahol konkrétan megkattinthatóak ezek az oldalak. Az egyik, ami itt a jobb felső sarokban van, ez egy holland platform, amit Amsterdamban is használnak, és ez az ábra ez pont azt mutatja, hogy egyébként egy ilyen platform nem csak önkormányzatokat tud megjeleníteni saját magán, és őket bevonni egy ilyen közös, tehát egy platformra hozni gyakorlatilag egy ilyen közös gondolkodásban, hanem akár cégeket, vagy akadémiai szereplőket, vagy médiumokat, akik tudnak tudósítani ezekről a kampányokról. Tehát ezek egészen komoly kapcsolatrendszert építenek ki, és ezekkel is tudják segíteni a kampányokat, és ezek közül, a szereplők közül az egy, az mondjuk adott esetben Amsterdam önkormányzata, aki ilyen anyagi hozzájárulást ad szemben mondjuk egy médiummal, aki meg tulajdonképpen tudósít egy ilyen kezdeményezésre. A baloldali bal felső sarokban lévő match funding call, tehát egy ilyen társfinanszírozási felhívás, azt én a Goteo-ról, ami a spanyol platformon nem másoltam ki, ez Barcelona önkormányzatával működik együtt többek között, ez egyébként egy nyílt forráskódú felület, tehát ezt tulajdonképpen át lehet venni, és fel lehet használni, mondjuk abból a szempontból talán ennek kevés jelentősége van, hogy önmagában egy ilyen szoftver, ez nem sokat ér azok nélkül, a támogató szolgáltatások nélkül, amiket ezek a szoftverek, vagy ezek mögött a szoftverek mögött álló szervezetek nyújtanak, kezdve a tanácsadástól, a különböző mentoring szolgáltatásokon keresztül, ugye, és ezeket a Goteo is nyújtja, és a Goteo az
Az ugye, ahogy említettem, Barcelonával működik együtt. Most, amit láttok, ez egy olyan kampány, ahol különböző a koronavírus alatti kulturális szervezeteknek a támogatásához ad a város 70 ezer eurót. És akkor a jobb alsó sarokban van még egy példa, ami pedig Londoné, és ez pedig a Space Hive nevű platform. Ott Angliában nagyon sok önkormányzat működik együtt ezzel a platformmal. Itt egyébként a londoni polgármester láthatott, hogy itt tulajdonképpen egy olyan kampány fut, ahol a londoni polgármester a saját keretéből ajánlott fel valamennyit londoni közösségi finanszírozási kampányokra. Az utolsó diám az tulajdonképpen azt foglalná össze, hogy ez, hogyha megvalósulna, ez, amiről én most itt beszélek, és amit szeretnék az a hallgatóság figyelmébe ajánlani, tehát ezt a fajta együttműködést a crowdfundinghoz értő civil szereplők, platformok és az önkormányzatok között, ez milyen előnyökkel járhat. Ugye az első legfontosabb eredmény az az, hogy abból a pénzből, amit felhasználunk, amit mondjuk egy önkormányzat támogatásra felhasznál, abból sokkal több és látványosabb eredményt lehet létrehozni, mint hogyha ezt a pénzt, ezt hagyományosan mondjuk egy ilyen civil pályázati rendszeren keresztül osztanák el. És egyébként ennek az elosztásnak a módja sokkal átláthatóbb lenne. Ezek a civil pályázatok, ezek általában egyáltalán nem átláthatóak, nagyon sokszor csak egy bizonyos bennfentes kör értesül arról, hogy ezeket egyáltalán kiírták, sajnos, és persze vannak erre is jó példák, de hogy ez azért általában elég lassú, elég rugalmatlan. És ezzel szemben az, amit ezek a crowdfunding platformok tudnak nyújtani, ez viszont egy gyors és rugalmas támogatás. És az önkormányzat ezt tulajdonképpen a pénzét, ez sokkal láthatóbban, sokkal nagyobb hatásfokkal tudja egy ilyen társfinanszírozási rendszerben felhasználni. Ami egy másik és szintén fontos pozitív hatása lehet ennek a történetnek, az az, hogy a crowdfunding kampányok azok nem a tüneteket kezelik, amit sokszor az önkormányzatok hajlamosak csinálni, hanem az okokat. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a kezdeményezéseket, amik itt megjelennek, azok azért nagyon nagy részt, azok a valódi okokra próbálnak valamiféle megoldást nyújtani. És tulajdonképpen olyan kezdeményezések jönnek, amik megpróbálják mondjuk a társadalmi problémákat, a társadalmi egyenlőtlenségeket, a környezeti problémákat megoldani, és nem csak elfedni, vagy az következő néhány évre kiküszöbölni. Ugye a részvételiségről beszéltem az előadásunk elején, hogy ez nekünk fontos, és igen, a crowdfunding az ilyen szempontból egy fontos hozzájárulás lehet az állampolgári részvételhez is. Az állampolgárok azok megtanulják azt, hogy hogyan működik egy ilyen kezdeményezés, mennyibe kerül, mit kell ehhez végigvinni, milyen engedélyeket kell ehhez beszerezni, stb. És ami még fontos, hogy ezzel tulajdonképpen újfajta közjavak, helyi közjavak jönnek létre. Tehát mondjuk szemben azokkal a részvételi költségvetésekkel, amik itthon vannak, amik megszavaznak egy projektet, amit aztán az önkormányzat megvalósít. Ezzel szemben itt olyan projektek nyernek megvalósulást, amiket maguk az állampolgárok valósítanak meg, tehát nem az önkormányzat kap még egy 86. többletfeladatot, hanem a közösség kezd el valamilyen helyi közjószágot létrehozni. Mondjuk erre jó példa, szintén crowdfunding gyűjtéssel egy holland példa, ahol egy olyan platformot hoztak létre, az állampolgárok az üres tárolóhelyüket tudták egymásnak kölcsönadni, bérbeadni. És ez tulajdonképpen az önkormányzata semmilyen feladatot nem rót, viszont egyszerűen javult az, hogy a helyiek életminősége, és megismerkedtek egymással, tehát tulajdonképpen az önkormányzat különösebb hozzájárulása nélkül tudott eredményt elérni. És akkor még két szempont a végére, hogy egy önkormányzatnak miért lehet ez jó, hogy ebbe az egész történetbe beleszáll. Egyrészt azért, mert azzal, ahogy ő társfinanszíroz, amilyen szabályokat ennek meghatároz, azzal a saját prioritásait tudja érvényesíteni. Például fel tudja hívni arra a figyelmet, hogy egy projekt ez ne csak egy rövid távú fellángolás legyen, hanem elvárhatja azt is, hogy valami fajta hosszú távú fenntarthatóság is megvalósuljon. Összetudja hozni ezeket a közösségi finanszírozásokat a saját részvételi folyamataival, tehát hogyha mondjuk van egy részvételi költségvetés az önkormányzatnak, de ott egy projekt az ugyan népszerű, de nem nyer, akkor bátoríthatja a kezdeményezőt, hogy tegye föl az ötletét egy ilyen crowdfunding platformra. És ami még egy fontos szempont, amiről a blogbejegyzésemben hosszan is írok, hogy tulajdonképpen azért a közösségi finanszírozásról sok minden elmondható, de hogy az, hogy ez egy ilyen
teljesen demokratikus dolog lenne, az azért nem igaz, mert nem, tehát csak kevesek azok, akik itt adományozóként megjelennek egy ilyen platformon, viszont az, hogyha egy önkormányzat ebbe a történetbe beszáll, és megpróbálja segíteni mondjuk azokat a közösségeket a saját településén belül, akik kevésbé jól ellátottak az ilyen társadalmi kapcsolatokkal, meg azokkal a tudásokkal, hogy hogyan kell kampányolni, akkor tulajdonképpen segíthet ezt az egész történetet demokratizálni. És akkor ez az utolsó mondat, amit szeretnék kiemelni, és akkor végeztem, hogy ez az egész történet szerintem arra mutat rá nagyon jól, hogy az önkormányzatnak a feladata egy ilyen helyi civil ökoszisztéma, adományozói ökoszisztéma segítése esetében, ez nem feltétlenül az, hogy pénzt adjon, lehet, hogy egyébként, hogyha végig gondolja, hogy ezt a pénzt ezt hogy tudná sokkal hatékonyabban elkölteni, akkor egyébként lehet az, hogy ezt akár mondjuk valamiféle ilyen facilitátori szerepben ezt biztosítva, ilyen szolgáltatásokat biztosítva sokkal nagyobb hatásfokkal tudná elkölteni, mint hogyha támogatás formájában kiosztaná. Köszönöm szépen a figyelmet, itt látható az a két blogbejegyzés, amire beszéltem, amit a k.blog.hu-n tudtok elolvasni, és akkor itt találjátok meg azokat a példákat is, azokat a külföldi példákat is, amiről beszéltem. Bocsánat, hogy egy kicsit hosszabb voltam, és köszi a figyelmet. Miklós, téged kérdeznélek, hogy neked most így a kicsit a hazai tapasztalatokat hallva, meg korábban a külföldi tapasztalatoknak utána nézve, mi jut eszedbe? Tehát, hogy szerinted hogyan lehetne itthon szorosabbra fűzni az önkormányzatok és az adományozó platformok, vagy adományozó szervezetek közötti kapcsolatot? Ez egy jó kérdés, mert nyilvánvalóan nem azt propagálom én, hogy ezt az online eszközt, ami a crowdfunding platform, gyakorlatilag ezt bárki a társadalmi kontextustól függetlenül tegye ki az önkormányzat a honlapjára, és akkor várja azt, hogy ez valamilyen megoldást jelentsen. Tehát, hogyha ez mögött nincsen egy civil tudás, egy olyan elkötelezett kör, akik egyébként indítanak ilyen közösségi finanszírozási projekteket, akkor, és hogyha ezek nem kérnek adományt, tehát hogyha nem kérünk, hanem csak van egy ilyen lehetőség, akkor ezek nem fognak működni, ezek a kampányok. Tehát az a megoldás, ami az a forgatókönyv volt, hogy jelenjen meg egy önkormányzat egy ilyen felületen, az szerintem nagyon-nagyon kevés magyar önkormányzat számára egy reális opció. Lehetnek ilyen önkormányzatok szerintem, főleg itt a fővárosban, vagy olyan vidéki városokban, ahol egyébként sok ilyen közösségi finanszírozási kezdeményezés indul. De hogyha ahol ez nincsen, ott szerintem más támogató funkcióban kell az önkormányzatnak elkezdenie arról gondolkodni, hogy hogyan tudná úgy megerősíteni a helyi civil ökoszisztémát, főleg ugye egy olyan helyeken, ahol nincsenek mondjuk közösségi alapítványok sem, mint a Ferencvárosban, hanem az önkormányzatnak van egy ilyen plusz feladata gyakorlatilag, hogy a helyi civil társadalmat, a helyi kezdeményezéseket erősítse, tehát egy ilyen helyeken szerintem egy civil stratégia mentén, egy több éves folyamatos munkával lehet eljutni oda, hogy egyáltalán létrejöjjenek és megerősödjenek azok a civil szervezetek, akik aztán ilyen kampányokat tudnak csinálni, és akkor utána lehet egy következő lépés az, hogy őket akár az általad említett civil támogatási rendszernek az átalakításával, rugalmasabbá tételével, több, tehát ilyen differenciáltabbá tételével segítheti. Zárójel, nagyon sok helyen például informális szervezetek, vagy egy évnél fiatalabb szervezetek nem is kaphatnak az önkormányzat civil támogatásából, ami ugye a legtöbb ilyen közösségi adománygyűjtőt azt kizárja ebből a körből, még ha tudnak is arról, hogy vannak ilyen támogatási rendszerek, tehát hogy ez lehet egy példa, és akkor a külföldire még hadd mondjak még egy gondolatot, itt szerintem az IOB nevű platformra szeretném fölhívni a figyelmet, ami egy amerikai platform, és ez nagyon kevés városban működik, de hogyha megnézitek, ez az IOB, ez azokban a városokban működik, ahol egyébként most az Egyesült Államokban a Biden gyakorlatilag megnyerte az amerikai elnök választást, azokban a csatatér államokban, Pennsylvániában, meg Michiganben, Detroitban vannak ott, ha jól tudom, Pittsburghben, és hogy ott erősítik a helyi közösségeket. Ez a platform, ez tulajdonképpen egy ilyen civil szervezet, akiknek az a feltett célja, hogy olyan helyen csináljanak ilyen közösségi és nagyon erősen helyi adománygyűjtő kampányokat,
ahol egyébként ilyenek maguktól nem indulnának. Majd beküldöm a chatbe a linket, hogy ez hol van egyébként. Azt hiszem, hogy iob.com. Ez az IOB, ez egyébként az In Our Backyard-nak a rövidítése, ami, ami hát tulajdonképpen ennyit jelent, hogy a mi hátsó kertünkben. És ez azért érdemes tanulmányozni az IOB-n lévő kampányokat, mert ezek szerintem jól mutatják azt, hogy ott, ahol egyébként nincs nagyon erős civil támogatói háttér, ott milyen kampányok, milyen projektek tudnak megvalósulni kicsiben és teljes egészében, mondjuk egy fekete, szegény szomszédságnak az összefogásában.